Robbanások zaját lehetett hallani kora reggel Kijev belvárosában. Egyelőre nem tudni, mi okozta azokat. Légiriadót nem rendeltek el. Az ukrán elnök közölte, hogy az orosz invázió első napján 137 civil és katona vesztette életét. Arról is beszélt, hogy orosz szabotőrök szivárogtak be az országba. De van még más közölnivalóm is. Magunkra maradtunk nemzetünk védelmében. Ki kész rá, hogy velünk harcoljon? Én senkit sem látok. Ki kész garanciát adni Ukrajna NATO csatlakozására? Senki. Mindenki fél, mondta Volodymyr Zelenszky péntek hajnali videó üzenetében. Ukrajna megerősítette, hogy Oroszország átvette az ellenőrzést az elzárt csernobili zóna felett. Egyes jelentések szerint az orosz katonák túszként tartják fogva a civil személyzetet. Az Egyesült Államok elítélte a túszejtést. Rendkívül aggasztó ez a törvénytelen és veszélyes cselekmény, felboríthatja a nukleáris hulladéktároló fenntartásához és védelméhez szükséges erőfeszítéseket, követeljük a túszok szabadon engedését, közölte a Fehérház szóvivője. Senki sem tudja, mit akar Vlagyimir Putyin, Ukrajna mely területeit szándékozik elfoglalni. Moszkva demilitarizálásnak és nácitlanításnak nevezi az általa indított katonai műveleteket. Jelenleg kényszerintézkedések zajlanak, nem maradt más lehetőségünk, mint hogy így járjunk el, közölte az orosz elnök. Egyes jelentések szerint az orosz hadsereg a vártnál nagyobb ellenállásba ütközik az ukrajnai hadműveletei során. Az ukrán kormány általános mozgósítást rendelt el, minden 18 és 60 közötti férfit felszólítottak, hogy maradjon az országban és védje meg hazáját.